Akár 3 millió euróért is elkelhet a Tintin Amerikában című képregény eredeti borítója. Az egyik legismertebb epizód több generációnyi rajongó számára meghatározó élmény, ezért várhatóan nagy lesz az érdeklődés iránta. A 80 éve rajzolt címlapot február 10-én árverezik el Párizsban. Az aukciós ház vezetője szerint több titkot is rejthet. Elképzelhető, hogy az indiánokat eredetileg nagyobbra rajzolták, csak később kiradírozták őket, és a sátraik kerültek a helyükre, az indiánokat pedig újra megrajzolták a kép előterében. Elképzelhető, hogy ezzel tesztelték a különböző alakokat, a perspektívákat, tehát tulajdonképpen a tárgyak méretét vizsgálhatták a kompozícióban. A Tintin képregények rajongói abban reménykedhetnek, hogy a vevő nem fogja évekig fiókban tartani az alkotást. Két éve több mint 3 millió euróért adták el az 1936-ban rajzolt Kék Lótusz eredeti borítóját.